Na hellótok srácok, én Atosz vagyok, és mai videóban megint Willspineket fogunk pörgetni. Ma visszavágunk a Willspineknek, szétbombázzuk őket. Egész ideig gyűjtenem kellett őket, azokat a szaros Willspineket és a mai szarokat fogadni. Mai videóban felhívjuk magát, a fejlesztőt, a Forza fejlesztőt, és kinyírom őt telefonon keresztül, átnyúlok a telefonon, és vége lesz neki. Pontosan nem tudom, hogy mennyi Willspinünk van, tudom, hogy van szuperpörgetésünk, nem tudom pontosan komolyan megmondani, hogy mennyi, és egyszerű Willspinekből sincs a legtöbb, de egyszerűen muszáj nyitnunk valamit, mert még egyszer sem nyitottunk videóban valami szuperat, szóval most nem akarom tovább húzni a szót, vágjunk bele! Akkor kezdjünk is bele a Willspinekben, és most derül ki, majdnem ott volt a GT Porsche! Azt helyett 4000 kicseszett, zöldes, füves, 4000 kreditet kaptunk. No, de most fog jönni, én érzem ebben ezekben a Willspinekben, ezekben nagyon sok munka volt. Hát akkor mégsem értékeli a kicseszett Forza. Na, gyere, gyere! Ma muszáj begyűjtenünk sok pénzt. Mert arra jöttem rá amúgy, hogy amióta lejátszom a Forzát, azaz az AMG van a Mercedes-Benz-től, meg mindig nincs benne a garázsomban, pedig az a borítólapján volt a Forza Horizon 5-ösnek, és mindig nincs meg a garázsomban, és most arra gyűjtöm a pénzemet. És abban bízok, hogy ezek a Willspinek ma megengedik, hogy megvegyük együtt egy videóban. Hú, pezseg a vérem, emberek, pezseg a vérem. De miért be van állítva, hogy fiú vagyok a játékban, akkor miért ad női ruhát, női piros kockás nyári ruha? Ki vagyok? Úgy nézek ki, mint egy nő? Na várjatok, most leszek nő. Kérem szépen a Jézuskát. Milyen F? Egy F50-es, remélem, nem akarok hazudni. Most pontosan nem tudom, azt mondom, hogy Ferrari F50 volt, vagy F40 kompetíción. Jó, most jut eszembe erről az M5-ös BMW-ről, srácok. Bejött autó Forzában, új autó jött a Forzába, M8-as BMW. Aki nem tudná, melyik az M8-as, az egy új ilyen kupé stílusú BMW a BMW-nek. Ha akarjátok, írjátok a kommentben, olyan tuningot kúrunk az autóra, hogy ott nem látott senki. Nekem van egy titkos tuningom, amit nem ismer senki, saját receptje, tudjátok. És ezt nem árulhassuk el, csak videóban mutathatom meg nektek. Szóval egy kommentot. És egy feliratkozást is. Jó van. Folytassuk. Nem fogunk egymást itt reklámozni. 45 000 coin, de én nem tudom, hogy mi van a Forzával utóbbi időben, de komolyan ezek a Willspinek olyanok, mint a ezt ki lesz bépelve így is. Na, gyere! Ebben nagyon jó sok autó. Teli van jó autóval, és én a legszarabb zöldet kapom meg. Hát én nem tudom, kimenjek a házból, és úgy pörgessem, úgy pörgethetünk. Ha lenne olyan hosszú kábel a joystickhoz, én már rég kint volok amúgy a folyosón, és ennyi volt. Ez az nem lehet így. Komolyan gondolkozok, hogy soha többet nem gyűjtöm a Willspinjeimet, és lesz szarom az egészet. De így megmondom nektek őszintén, a videókat nagyon jobb belőle csinálni, mert egyszerűen vicces az egész, amilyen egész komikus, ez az egész Forza a Willspin. Jól van, nem baj, nem fogjuk akkor mégis előre megmondom, hogy szart fogunk nyitni előre, és nem baj, ha elkiabáltam, vagy nem kiabáltam, szar lesz az egész. 5000 coin. Még ma az lesz a vége, hogy nekem egész végig játszanom fog kelleni azért, hogy meg tudjam venni azt az AMG van Mercedes-t. Ott van! Végre valami, ami ér is kreditet. Nem mondom, hogy a legjobb autó persze, de ér kreditet, és ezt akarjuk. Ott a Bugatti Chiron! Kérek! Úúú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 
megy. Ez a 100 000 kredit nagyon is fontos volt a gyűjtőpénzünkhez. Na, de nem baj. Jól van. Szerintem Forza most azt akarja tőlünk,
hogy dobjunk egy asztal sarka Will Smith-t, én megadom neki, méghozzá jobb sarkalc az asztalomnak, megmutatnám, csak akkor kamera nagyon-nagyon sokat mozogna, és ezt nem akarom. Szóval... asztal sarka, ott volt egy nagyon gyönyörű autó, és most megadja. Megadta AMG CLK GTR Forza Edition. Imádom az asztalom! Ez az asztal megérdemel legalább egy lájkot. Egy big lájkot megérdemel, nem small like, big lájkot. Főleg azért, hogy most már sikerült megnyitnunk egy AMG CLK GTR Forza Edition sebességtrükkök megsokszorozására. Imádom ezt az asztalt. De szerintem az a szerencse csak egyszeri volt, nem akarom igen kilőni a szerencséjét. Szürke motoros jacky. Jó, ez egy ilyen Mercedes után oké. Okay. Még ez is oké. Okay. Amíg fenn nem cseszi az agyam, és beleütök a karaktabb monitorba, hogy ketté törik a monitor. Na, gyertek! Jó. Még ez is oké. Okay. Nem tudom, mennyit ér az a Mercedes, de oké. Okay. Biztos nem 20 000 kreditet. Akarnak még egy ilyen nagyon jó nyitást. Remélem, hogy Super Bills-nekből már fog jönni. Jól van. Még egy pack fog kelleni nekünk. És én ezt azt hiszem, hogy áthagyom az oromnak. No look back, vagy VSP. Ez óriási kattant. Jó, jó. Dobunk még egy no look back-et. Elfordulok. Ti is forduljatok el inkább, mert ebből tudjátok mi fog jönni. Egy óri gyönyörű, vagy Lamborghini, én erre tippelek, vagy pedig Ferrari. Jó, most nem mondjátok azt, hogy kicsesztem veletek, én nem hazudtam, én csak azt tippáltam, hogy ezt fog jönni. Ha nem sikerült, akkor ez egész fordával rontva. Ott van! Jó, nem mondom, ez sem a legjobb autó, biztos nem a legdrágább, de én örülök, mert mi eposzi. Ami eposzi, vagy legendár, aznál, annál jobb, mert így sincs szóval. Én boldog vagyok. Nem baj. Még van három. Három az mi? Magyar igazság. Ez a GTO sem rossz, mert retro autó. Nem baj. Jó. Még van egy, ezen kívül még van egy utolsó wheelspinünk. Az no reaction wheelspin lesz. No, oké. Okay. No reaction. Bocsánat, ezt nem bírtam ki. 300 ezer kredit. Ja, és amit amúgy mondtam a BMW-ről, azt írjátok a kommentben, mert én mondom, nagyon szívesen csinálnak róla a videót. De hát, ha nem írjátok meg, úgy nehezen, mert nem tudom, hogy ki akarná. Szóval, most hagyok nektek egy perc időt, a sok 10 másodpercet, hogy írjátok a kommentben, hogy akarjátok-e, vagy nem. Folytatódnak a Super Wheels-inekkel. Jó. Szerintem, ha belenéznék a ruhatárba, ez a szürke felhajtott farmer többet érne, mint ez a 3-1-ben. Ez a 2-20-szer meg az az autó 1-ben. Ó, milyen autók voltak! Ebből meg kell kapnunk azt az egy autót. Jó.
Nem mondok inkább semmit, mert szerintem ti is tudjátok, hogyha nem néztek, hogy ez egy csomag szar volt. Killer Instinct téma, biztos, hogy jó lehet, nem mondhatom, de én ilyeneket nem igen használok. Jó. Nem látnak szarabbak az egyszerű Willspinek, mint a szuper Willspinek, ne csináljátok ezt már velem. Ott van! Ott van! Ott van! Ott egy F40 kompetíció. Nem, F50 GT! Most kiléptem és beléptem, ez most megböngettem az egészet. Mit mondtam nektek? Ott volt Sesto Elemento, nem baj. Ez a Corvette FE Forza edíciós. És megteszi gyönyörű. Ezért meg kell böngetni mindig azt az algoritmust, amihez vezeti. Meg kell piszkelni, így van. Szuper. Coin, vagy kredit. Örülünk. Mondjuk azt a Toyotát még nem is láttam a garázsban, szerintem azt nem is lehet megvenni az autószalonban. Vagyis hát nem igen láttam még. Csúnya mint a halál, de nem lehet megvenni, lehet, hogy azon értékes autó. Ez pedig az a HSV Maló 14-es. Ez pedig nagyon tetszik, mert ezek a fajta autók nekem nagyon tetsznek, ezek a pick-up féleségek. Ó! 60 milliómosak lettünk, milliómosak lettünk! Ennyi pénzt életemben nem láttam. Szerintem tik sem. Szuper! Imádom a Willspineket, ezeket a videó, ezeket a Willspineket imádom, és főleg, hogyha videóban vannak. Ezek Dodge Durango. Gyönyörű autó, de ami coint kaptunk hozzá, vagy kreditet, az egy rakás szar. Ott van! Tegnap akartam megvenni, mert kellett nekem a trükkpontokhoz, én nem hiszem el. Meghallgatott a Forza feljesztő, megijedt, hogy fel akartuk őt hívni. Ekkora közönség, mink vagyunk, felhívtuk volna, felrobbant volna a fél világ, a bolygó felrobbant volna, és inkább megadta, érezte. Szuper! Örülünk! Semmi gond. Nem baj, srácok, de én szerintem elégedetnek kell, hogy legyünk, mert ma komolyan nagyon jó sok autót nyitottunk. Meg is nézzük. Több 19 autót nyitottunk, srácok. Van itt egy M5-ös BMW, van itt, ami ilyen értékesebbet fogom most mondani inkább. Ez a Corvette Forza edíció, Mustang, Fiorano, az a Ferrari, azt hiszem az drift autó. Nagyon-nagyon tetszik nekem az a McLaren is nagyon tetszik. Főleg az AMG CLK GTR, azt ki kell próbálnunk, még most csak meghallgassuk a hangját. Már csak azért is, hogy írjátok le abból is nyugodtan, hogy kell-e videó nektek, mert én... Simán megcsinálom, olyan, ismeritek a tuningjaimat, olyan gyönyörű recepte van a tuningokra, hogy olyan nincs senkinek, ez egyedi. Srácok, még amit ígértem, mire gyűjtöttem a pénzt, bocsánat, csak kicsit nagyon elkezdett fájni a torkom, kapar, mint az állat. De várjunk, nem az én autóim. Na srácok, itt az ideje, hogy megvegyük ezt a gyönyörűséges AMG. Szerintem ezért megérdemeljük, amit idegeskedtünk a Willspineken, amennyit gyűjtöttük őket, hogy ezt meg tudjuk venni. Szerintem ez belefér. Gyönyörű autó, a borító lapon volt a Forza Horizon 5-ösnek, szóval... Egyet, amit megpróbálunk, meghallgatni a hangját. Jó van, srácok, de én tőlem ennyi is lett volna ez a videó.
kipörgettünk minden egyes Willspint, nagyon gyönyörűséges, gyönyörű, nagy pénzt nyitottunk belőlük. Szerintem láttatok, milyen gyönyörű autókat is nyitottunk belőle. És sikerült az álmon, meg tudtuk venni az a AMG One Mercedes-t, ami a borítólapján van a Forza Horizon 5-ösnek, szóval én nagyon is meg vagyok elégedve. Remélem ti is tetszettek a videó. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy óriási big like-ot, iratkozz fel, nyomj meg a kis harangocskát is, és még kommentben írd le nekem, hogy akartok-e, vagy írjátok le nekem, hogy akartok-e látni abból a BMW-ből, amit mondtam nektek, hogy egy új autó jött ki a Forzában, BMW M8. Nagyon gyönyörű autó, szóval én szívesen megcsinálom róla a videót, kituningolnánk együtt, és mennénk versenyezni. Köszönöm a figyelmeteket, srácok, lányok! Én Atosz voltam! Na csöö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 ö